Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Pusztította égeső, lakossági és gazdasági károkat is okozott a szerdai vihar. Elfogadták a fejlesztési terveket Szekszárdon, mások mellett új parkkal is gazdagodhat a Tolnai megyeszékhely. Pünkösdi Fesztivál, a szüreti napokat idéző programmal várják a közönséget. Megyei közgyűlés, tovább folytatódnak a fejlesztések Tolna megyében. Óriási károkat okozott Tolna megyében a szerdai jégeső. A 4-5 cm átmérőjű jegek szélvédőket törtek be, féltetőket szakítottak át, és nagy mértékben megrongálták a gyümölcsültetvényeket és a mezőgazdasági növényeket. A szakértő szerint az ilyen természeti események ellen gyakorlatilag lehetetlen védekezni. Azonnali permetezésbe kezdtek a gazdák a szerda esti égeső után, hogy megakadályozzák a sérült növények gombásodását, megbetegedését. Az Orbán napján érkezett szupercella és jégeső hatalmas károkat és fejtörést okozott a térségben gazdálkodóknak. Fizikálisan ugye leütötte a hajtásokat, a leveleket, ugye a levélzetet károsította. Szilágyi Tibor épp a szőlőt ért károkat mutatja stábunknak. Azt mondja, első ránézésre legalább 50%-os kár érte az ültetvényeket, de az árpa, kukorica és a napraforgó is nagyon megsínlette az elmúlt időjárást. Sajnos ezek a fizikai sérülések olyanok, amik sok esetben már nem korrigálhatók. Nyilván a gazdatársak kint vannak tegnap reggel óta felmérni a károkat növényorvosokkal, hogy miként lehetne permetezéssel mérsékelni a károkat, de a kukorica napraforgó, illetve a szőlőbe a hajtások esetén, amit a jég elvert, amit eltört, az idén már nehezen fejlődik vissza. A sérült növények nem csak kevesebb termést adnak majd, de a minőségük is rosszabb lehet. Ebben a barackosban nem egész egy hete járt stábunk, akkor arról számoltunk be, hogy idén kiváló barack termés lesz, mert nem érte a fákat fagykár. Ugyan barack lesz, de korán sem olyan minőségű, mint amire akkor számítottak. Ugye ilyenkor az embernek a szíve nagyon fáj, mert nem csak az anyagi kár az, ami nagyon fájdalmas tud lenni, hanem az a kár, amit a fák elszenvednek ilyenkor. És ez az ültetvény most már a második nagy jégkárát élte túl. Azonban nem csak a gazdaságban, a lakossági ingóságokban és ingatlanokban is nagy kárt okoztak a 4-5 cm átmérőjű jegek. Számos fotót és videót lehetett látni a közösségi oldalakon a pusztító viharról. Az Európai Unióban egyedül Magyarországon működik a teljes országot lefedő jégkármérséklő rendszer. Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztását követően szerda délután 1:30 magasságában bekapcsolták a megyében működő 37 generátort. A szupercella azonban körülbelül 10-11 km magasságban keletkezett, ami ellen ez a modern technika sem véd. Ez a rendszer csodákra nem képes, tehát például azt a jeget, ami a határon túli zivatarfelhőkben keletkezik, azt felolvasztani nem tudja, és a szupercellák esetében pedig a mérséklő hatás lép életbe, tehát hogyha például védekezés nélkül teniszlabda nagyságú jég hullana, akkor az diónagyságúra, hogyha diónagyságú hullana, akkor az cseresznye vagy borsó nagyságúra tudja mérsékelni, ezzel csökkentve a gazdasági károkat. A kárbejelentések folyamatosak, így még nem tudják, mekkora veszteség érte a gazdákat és a lakosokat a szerdai vihar miatt. Új park épülhet Szekszárdon a Tudásközpont mellett. Erről tartott pénteken sajtótájékoztatót Zaják Rita polgármesteri tanácsnok és dr. Gábor Ferenc a megyei jogú városi edzője. De nem ez lesz az egyetlen hamarosan induló beruházás, ugyanis elkészült a terv, ami alapján a település pályázhat a feltehetően az év második felében megnyíló TOP plusz forrásokra. Csütörtökön elfogadta a szekszárdi közgyűlés az úgynevezett fenntartható város stratégiáját. Ez a 300 oldalas dokumentum a megyei jogú település hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza, és az ahhoz szükséges feltételeket. Ennek részeként a polgármesteri hivatal munkatársai összeállították, hogy milyen TOP pluszos beruházásokra próbál majd pályázni a város. A tételek között iskola felújítás, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és még sok minden más is szerepel. Pillanatnyilag a megyei forráskeretünk az 5,1 milliárdon áll, ami nem túl sok,
de tudjuk azt, hogy az országgyűlési képviselés és a megyével is egyeztettünk, hogy ők is, ha látják, hogy a városnak vannak jó elképzelései, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy sinem van a dolog. A hivatal munkatársai január óta dolgoztak a tervek összeállításán, közben folyamatosan igyekeztek bevonni a szekszárdiakat is. Éppen ezért kérdőjévezés, felmérés volt, volt többféle fórum, volt a különböző érdekkörök mentén kialakított csoportok, munkacsoport értekezletek, egyeztetések, ahol elmondhatták mind a civilek, mind a gazdaság szereplői a véleményeket, javaslataikat. Kerékpárút, a Csörgető felélesztése, a fürdő fejlesztése csak néhány a tervek közül, de a legnagyobb beruházása a Zöldváros program második üteme lesz. Ennek részeként az épülő tudásközpont, a felújított Hunyadi vendéglátóipari iskola és a majdani tornacsarnok mellett egy parkot alakítanak ki. Ez Zaják Rita polgármesteri tanácsnok ötlete volt. Egy-két héten belül megkezdődik a projekt előkészítése, az érintetteket leültetjük egy asztalhoz, és megbeszéljük, hogy akkor pontosan mit is szeretnénk. Ehhez nyilván tudnunk kell, hogy hol lesz a tornaterem épülete, tehát Horváth István részvétele elengedhetetlen ugye ezen a megbeszélésen. A terv pedig az, hogy ötletpályázatot írnak majd ki a park megtervezésére. Olyan programsorozatot állítottunk össze, mely a Covid előtti nagy rendezvényekre volt jellemző, mondta Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója a Pünkösdi Fesztivál sajtótájékoztatóján. A jövő hétvégi rendezvényen a sztárfellépők mellett a szervezők arra is gondot fordítottak, hogy a helyi kulturális csoportok és a Szekszárdról elszármazott művészek is színpadra léphessenek. Szekszárd mindent elkövet annak érdekében, hogy az ide érkezők biztonságos körülmények között egy rendezett városban ünnepelhessenek a Covid után szabadon. Ennek érdekében a következő napokban jelentős parkrendezés indul a városban. Az idei rendezvény sokrétű lesz, mondta Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. Figyelünk a németség hagyományainak őrzésére, de arra is, hogy a szekszárdi csoportok fellépéseinek is teret adjunk. Ebből egy olyan vegyes ízelítőjű történet állt össze, amely én azt gondolom, hogy a korábbi években megszokott színvonalat minimum eléri, sőt talán még felül is múlja, színházi produkciók Robin Hooddal, az esti sztár fellépők, Anna and the Barbies, Hooligans, Bagosi Brothers és a Honey Beast együttes. Emellett számos gyermekprogram, a Robin Hood nagyszabású musical színházi bemutatója is része lesz a 4 napos programnak. A Pünkösdi Fesztivál gasztronómiáját a vendéglátó kerekasztal tagjai biztosítják, és 6 borászat, valamint egy pálinkaház kínálja majd termékeiket. A fesztivállal párhuzamosan zajlik majd a nyitott Princét program is. Az előkészületek a jövő hét elején megkezdődnek. Kedden este már elindul a város egy-egy szakaszán, alapvetően itt a 4 sávos úton a múzeumtól a Széchenyi utcáig terjedő szakaszon. A Vidámpartnak a kiépítése, illetve a Bezeredi utcának a tömbelsőtől a városházaig terjedő szakasza kerül majd lezárásra. Ez szépen fokozatosan, általában szerdán már ott is az építkezések zajlanak, a színpadépítés és a kitelepülőknek az installációinak az összeszerelése. A június 3-a és 6-a között zajló szekszárdi hal és vadünnep részletes programja megtalálható a rendezvényre kibocsájtott műsorfüzetben, illetőleg a Babits Mihály Kulturális Központ elektronikus felületein. Péntektől csak magyar rendszámú autók tankolhatnak a magyarországi benzinkutakon maximalizált áron üzemanyagot, hangzott el a csütörtöki kormányinfón. Európában, Magyarországon lehet a legkedvezőbb áron tankolni, emiatt különösen a határok mentén olyan benzinturizmus alakult ki, ami már az ellátást fenyegeti. Visszaélnek azzal, hogy Magyarország képes a 480 forintos árat fenntartani, miközben Európában 700-900 forintos árak vannak. Így péntektől a külföldi rendszámú autók piaci áron tankolhatnak a hazai kutakon. Megtartotta a soron következő ülését a Tolna megyei önkormányzat közgyűlése. A napirendi pontok között többek között szó esett a tavalyi térségfejlesztési beszámolókról, az alapítványi támogatásokról, valamint a várható turisztikai fejlesztésekről. A közgyűlésen részt vett Süli János államtitkár, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki a paksi atomerőművet érintő beruházásokról számolt be. 11 napirendi pontba szedve 3 témakört érintett a Tolna megyei közgyűlés aktuális ülése. A találkozó első harmadában a rendőrség és tűzoltóság szervezetét érintő dolgokról esett szó, míg a másodikban a költségvetés elfogadásáról és pénzügyi tervezetekről.
a harmadik rész pedig a fejlesztési területeket és a hozzájuk tartozó pályázati lehetőségeket taglalta. Süli János államtitkár Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai nincsenek befolyással a Paks 2-t érintő fejlesztésekre és az atomenergia zavartalan előállítására. Az engedélyek mind bent vannak, ami kell ahhoz, hogy az építés fázisába átkerül. Az engedélyek pár hónapon belül mindet megkapjuk, itt 10 komoly engedélyre várunk, és ha megkaptuk, akkor maga a főépület építését is el tudjuk kezdeni, ami egy fontos dolog, mert akkor 29-30-as üzembevezési dátumokat tudjuk tartani. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke úgy nyilatkozott. A SIO projekt megvalósításához tervezett 5 elemből még 2-t kell befejezni. A következő fejlesztési lépcsőben a csatornát érintő településekkel összefogva folyik tovább a munka. Azt, amit átadtunk, az a gyönyörű vízitelep, az azt mondom, hogy európai igény, minden európai igényt ki tud elégíteni. Hát reméljük, hogy egyrészt a sportolói vonalon, másrészt pedig a megye tömegvonzó képessége, illetve a szabadidő hasznos eltöltésében ez komoly szerepet fog játszani a jövőben. A Tolna megyét érintő fejlesztések és beruházások nem csak gazdasági, de turisztikai jelentőséggel is bírnak. Az elmúlt héten összesen 3080 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.917.777 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 61, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.507 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek már csak 29.539-en vannak Magyarországon. Jelenleg 483 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében a járvány kitörése óta 40.441 megbetegedést regisztráltak összesen. A koronavírusban elhunytak előtt tisztelegve avattak emlékművet Szekszárdon az Alsóvárosi temetőben. Az emlékhely a kórház fertőző osztályát vezető dr. Bali Ildikó ötlete volt. Ünnepélyes keretek között adták át a szekszárdi Alsóvárosi temetőben elhelyezett emlékművet a koronavírusban elhunyt áldozatok emlékére. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere arról beszélt, nem szabad megemlékezés nélkül elmenni a 2 év viszontagságai és veszteségei mellett. Aki ide kilátogat a templomba, a temetőbe itt a főkapun keresztül, az gyakorlatilag megállhat, emlékezhet, és hát kegyeletét róhatja le a Covid-ban elhunytak emlékére. Dr. Bali Ildikó, a Balassa János Kórház fertőző osztályának főorvosa hozzátette, hogy a pandémia időszaka alatt kollégáival emberfeletti erőfeszítésekkel álltak helyt, és tették a tőlük telhető legjobbat, hogy minél több emberi életet megmentsenek. Az emlékmű a fertőző osztály dolgozóinak a kezdeményezésére jött létre. Amikor is úgy döntöttünk, ha már életet sok embernek nem tudtunk adni, akkor valami emlékhelyet biztosítsunk számukra, hogy bárki ismerős, ismeretlen arra jár, és megnézi ezt az emlékművet, akkor egy pár perces, vagy egy perces, akár egy gondolattal, akár egy imával tisztelegjen a holtak emléke előtt. Az ünnepség záró részeként Bíró László tábori püspök szentelte fel a kegyhelyet, és a jelenlévőkkel egy közös imádsággal tisztelegtek az elhunyt áldozatokra. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Viharkárok, Kaposvárt is elérte a szupercella. 30 ezer jégkrém adomány gyerekeknek, rekord kísérletezett a Rotary Pécsen is. Óvjuk a fecskéket, műfészkeket helyeztek ki Fonyódon. Óriási károkat okozott a szerda esti vihar Kaposváron. A Somogyi megyeszékhelyen a felhőszakadás miatt villámárvizek alakultak ki, a jégeső pedig gyakorta teniszlabda méretűként zúdult le. A város azonnal nekilátott a károk felmérésének és a helyreállítási munkálatoknak. Egy ház homlokzatára dőlt fát távolítanak el a Kötél önkéntes tűzoltó és életmentő egyesület tagjai. Akár csak őket, úgy a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársait is egész éjjel, és ma is ilyen esetek tucatjaihoz riasztották. A mai nap folyamán a viharkár, illetve a tojásnagyságú jégkárok felszámolásában dolgozunk. Imáron a második káresetünk, az előző esetnél egy családi ház
tetőszerkezetét verte szét a jég, bázott és a plafon a gipszkarton beszakadt. A felhőszakadás miatt Kaposvár több utcáját is elárasztotta a víz. Volt, ahol autók is alig tudtak közlekedni. Az özönvíz és az öklömnyi jégdarabok óriási pusztítást végeztek. Ingatlanban, autóban, kiskertekben egyaránt. A szőlőt, a paprikát, a paradicsomot tönkretett mindenféle palántát, úgyhogy van vele gond. Boroszkot tönkretette, ott is levárta teljesen. Hogyha meglőtték volna, vagy megdobálták volna a kavicsot. Sok kollégának a kocsiját megrongálta a jég, volt, akinek betörte a szélvédőjét, volt, hogy a motorháztető sérült, meg behorpadt. És ami nagyon sajnálatos, hogy a Meseautó című előadásunk elmaradt. Ez pedig már a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, ahol ma a felsősöknek rendkívüli tanítási szünetet rendeltek. A vihar miatt ugyanis az intézmény számos ablaka betört, és a tornaterem is beázott. Több 10 millió forintos itt a kár. A nagyobb probléma az, hogy a felülvilágító ablakokat is átszakították, azokon keresztül ömlött a víz az épületbe, így a tavaly felújított nagy tornatermünk teljesen tönkrement, már ma reggel látható, hogy a sportparketta púposodik fel, illetve épületszárnyat kellett lezárni azért, mert a betört felülvilágító ablak bármikor bezuhanhat. A beázott iskolát ma az önkormányzati államtitkár is meglátogatta. Azt kérem az érintett önkormányzatoktól, hogy a Viszmajor pályázat lehetőségével éljenek. Ez egy olyan pályázati lehetőség az önkormányzatok számára, ami egy felülről nyitott előirányzatot jelent, és a pályázataikat az önkormányzati tulajdonú épületekben, ingatlanokban esett károk esetén mindenképpen itt meg tudják tenni, és ezen keresztül kaphatnak anyagi segítséget az államtól. Kaposvár önkormányzata, a városi cégek és a hatóságok a vihart követően azonnal megkezdték a kárfelmérést és a helyreállítási munkálatokat. Mind az önkormányzati vagyonban, mind pedig a magántulajdonokban jelentős kár keletkezett, azonban még így is nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen ennyi idővel a jelenség után kijelenthetjük, hogy hála Istennek személyi sérülés, személyi áldozata nincsen a tegnap esti viharnak. Ez a szerencsén kívül köszönhető egyfelől annak, hogy az elmúlt években Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata több százmillió forintos nagyságrendben fordította arra, hogy a fáit, a zöld növényzetét rendbe tegye. Somogyban ma délutánig majdnem 300 bejelentés érkezett a viharkárok miatt. Az Ökumenikus Segélyszervezet 5 millió forint azonnali gyors segélyt ajánlott fel. Országos rekordkísérletet hajtott végre a Rotary. A gyermeknapot előrehozva 30 ezer jégkrémmel lepte meg csütörtökön a fiatalokat az ország több helyszínén. Pécsről 4 intézmény csatlakozott az akcióhoz, köztük volt a Névi Szent Fülöp iskola is. Égnek keresztik a lufikat a gyerekek a Néri Szent Fülöp katolikus általános iskola udvarán Pécsen. Utána jégkrémet kapnak, amivel egy rekordkísérlethez csatlakoznak. Az országos Rotary jótékonysági program része a pécsi akció. Egy kicsit előre hoztuk a gyermeknapot. 26-ára a mai napon a Rotary országos akció keretében körülbelül 30 ezer gyermeknek juttattunk ingyenes jégkrémet. Mi úgy gondoltuk, hogy ez akkora nagy mennyiség és akkora nagy szám, hogy egy rekord kísérletet is folytatunk, aminek az a lényege, hogy pontosan egy órakor az országban 30 ezer gyermek nyalja a jégkrémet. Az ország 50 iskolájába, gyermekintézményébe vittek ugyanígy jégkrémet a Guinness rekord kísérlethez. Ezek közül az egyik volt a pécsi iskola, akikkel régóta kapcsolatban van a szervezet. A Rotary Klubbal már több éve kapcsolatban áll az intézményünk, így az advent kapcsán több éve a hátrányos helyzetű tanulóink közül olykor egy, de van, amikor két tanulót is 100 ezer forinttal jutalmaznak. Ezáltal van egy régi kapcsolatunk, illetve akkor most megkerestek bennünket, hogy vegyünk részt ebbe a Guinness rekordba. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, mivel iskolánk 10 éves egyházi fenntartású, pont ma ünnepeljük, ma van az első napja, úgyhogy ezzel az ünnepléssel, jubileum ünnepségben egybe tudtuk kötni ezt az egész programot. Pécset egy időben 4 helyszínen adományoztak 1800 jégkrémet a gyerekeknek. A Néri Szent Fülöp katolikus általános iskolában 117 gyermek és 19 pedagógus vett részt az akcióban.
Több tucat műfecskefészket helyeztek ki a napokban a MÁV munkatársai a Fonyódi vasútállomásra. A cél, hogy az aszályos időben is zavartalan költési helyet biztosítsanak a madarak számára. A megmaradt fecskeállomány megőrzése ugyanakkor közös érdek. Fecskék csicsergésétől hangos a Fonyódi vasútállomás. A MÁV tavaly indította el országos madármentő akcióját, akkor Somogy megyében Barcsra, Osztopánba, Somogyvára és Lengyeltótiba is helyeztek ki úgynevezett fecskebölcsőket. Most Fonyódra, Gyékényesre és Barcsra telepítettek ilyeneket. Az országban több helyszínen, először Szeged érintettségében, illetve Szeged térségének érintettségében, majd a Pécsi térség érintettségében, illetve a Dunakanyar érintettségében is kerámiából készült fecskebölcsőket szerelnek fel az én munkatársaim. Nagyon-nagyon szigorúan a Madártani Egyesület iránymutatásai szakértelme alapján. A műfészkek mellé mondjuk úgy fecskepelenkákat, deszkákat is rögzítettek, hogy az állomások környezete is tisztán tartható legyen. A fecskék sárból készítik el és tatarozzák fészkeiket, ám az egyre gyakoribbá váló aszályos tavaszok, nyárelők komoly gondot okoznak számukra. Ráadásul az aszfalttal lefedett talajon sem találnak maguknak kellő mennyiségű építőanyagot. Ezek a műfészkek, ezek nagyon jók ahhoz, hogy megtelepítsük a fecskéket. Egyrészt egy biztonságos alapot adnak a fészekhez. Ugye előfordul az, hogy a felújított falakon egyszerűen nem tapad meg a sár, tehát olyan a bevonat, ami nem teszi lehetővé, hogy megtapadjon rajtuk a fészek anyag, és ezeknek az előre gyártott műfészkeknek a felhelyezésével egy alapot tudunk biztosítani, másrészt pedig vonzerőt képeznek a fecskék számára. A fecskék költési ideje április 1-e és október 31-e közé esik, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban tilos eltávolítani fészkeiket. Számítások szerint csak nem 2 millió fecskével lehet kevesebb hazánkban ma, mint 10-20 évvel ezelőtt. Ennek legfőbb oka a háztáji állattartás visszaszorulása és a vegyszerezés. Jól lehet, a kártevő rovarok pusztításában óriási szerepük van. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Pusztította jégeső, lakossági és gazdasági károkat is okozott a szerdai vihar. Elfogadták a fejlesztési terveket Szekszárdon, mások mellett új parkkal is gazdagodhat a Tolnai megye székhely. Pünkösdi Fesztivál, a szüreti napokat idéző programmal várják a közönséget. Megyei közgyűlés, tovább folytatódnak a fejlesztések Tolna megyében. Szombaton és vasárnap erősen felhős borongós időre van kilátás, és ismétlődő időszakos esőzés várható. Kifejezetten hűvös idő ígérkezik a hétvégére, élénk változó irányú széllel. A várható maximum hőmérséklet nem éri majd el térségünkben a 20 Celsius fokot. Hétfőn is még az évszakos átlagnál hűvösebb, változékony időre készülhetünk, de már szakadozottabb felhőzet mellett átmeneti napsütésben is lehet bízni. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!